Évente közel 65 kg élelmiszert dobunk ki fejenként, elképesztően sok. Ennek a fel nem használt élelmiszernek az előállítása, valamint a megsemmisítése vagy lebomlása nagyon nagy terhet ró a környezetünkre. Ezért is nagyon fontos az élelmiszerbank működése, amely egy hidat képez a fel nem használt élelmiszer és a különböző karitatív szervezetek a végfelhasználók között. Érkezett hozzánk éppen most is egy karitatív partnerszervezet, aki a saját ellátotti körének, klienseinek fogja majd továbbítani az élelmiszert, amit innen elszállít. A 2005-ben alapított élelmiszerbank közel 500 szervezettel áll kapcsolatban. Ezek közül 350 napi szinten visz ételt a rászorulóknak a különböző szerződött áruházláncokból. 7 áruház láncból mentünk jelen pillanatban, az Aldiból, az Auchanból, a Metroból, a Lidlből, a Pennyből, a KFC-ből és a Tescóból. Ez közel 600 áruházat jelent már. A szervezetek tehát ezekből viszik el a zöldséget, gyümölcsöt, vegyes árut, amelyeket aznap még ki is osztanak. Ez a mentett élelmiszernek körülbelül 75-80%-a, a maradék az tartós élelmiszer, az ide érkezik hozzánk. Egészen pontosan ide, az Élelmiszerbank budapesti központi raktárába. Amint egy 3000 négyzetméteres komplexumban zajlik a lejárat előtti, vagy éppen csomagolási hibás élelmiszerek kezelése. De szerencsére egyre több felajánlást is kap az egyesület. Tibi, most mi érkezik éppen? Komintától egy tonna pécsőgyöcsét kaptunk. Köszönjük nekik! De az is előfordul, hogy mondjuk egy konzervgyártónál megsérül egy raklap, csak néhány darab konzerv behorpad, de azt már nem tudják továbbítani, és akkor hozzánk küldik el. Amit ebben a hatalmas konzerv raktárban tárolnak. Az egyesület egyébként évente mintegy 8-10 ezer tonna élelmiszert kezel. Ennek a 25-30%-a megy át ezen a raktáron. A Multiknak fontos az élelmiszerbankkal való együttműködés, a jó érzés mellett ennek gazdasági oka is van. Az áruházaknak van egyfajta megsemmisítési kötelezettségük azokkal a termékekkel, amiket nem adnak el, úgyhogy gyakorlatilag is, ők is érdekeltek ennek a rendszernek a fenntartásában. Amihez persze nem csak a Multiktól elhozott ételre, hanem szorgos kezekre, önkéntesekre is szükség van. Folyamatosan várjuk sofőröknek a jelentkezését. Nekünk reggel 7 és 10 óra között több sofőrre is szükségünk van. Sofőrre autóval, vagy csak sofőrök kellene? Sofőrre jogosítványa, B-kategóriás jogosítványa és vezetési tapasztalattal. De adminisztratív feladatok, vagy például konzervek felcímkézése is a feladatok között szerepel. Persze nem csak így lehet segíteni az egyébként non-profit szervezetet. Az Élelmiszerbank támogatásokból tartja fenn magát. Körülbelül 150 millió forintból működtetjük éves szinten ezt a programot, és a tavalyi évben 7 milliárd forintnyi élelmiszert tudtunk megmenteni. Zacskó paprikában akár csak egy termék is megsérül, akkor az egész veszteségé válna, hogyha nem lenne az Élelmiszerbank, aki a többit megmenti és a rászorulókhoz juttatja. Ezzel nem csak a családoknak segítenek, az ételmentő tevékenység csökkenti a környezetünkre nehezedő terhelést is. Az ENSZ felmérése szerint globálisan az élelmiszer pazarlással hozható összefüggésbe az üvegházhatású gázoknak a 10%-a. És hogy ezt elkerüljük, nézzünk egy-két olyan praktikát, amelyekkel megelőzhető az élelmiszerek pazarlása. Bevásárlás előtt menjünk el a kamráig, nézzünk be a hűtőszekrénybe, nézzük meg, hogy mi van otthon, írjunk bevásárló listát, aztán a bevásárlás ne éhesen kezdjük meg, erre is nagyon oda kell figyelni. Milyen okos egyébként, tényleg, hát éhesen lényegesen többet vásárolunk. Így igaz, és a promóciók is erősebben hatnak ránk. De fontos, hogy nézzük a termékek lejárati idejét. Nem mindegy, hogy miben tároljuk az élelmiszert, sőt az sem, hogy a hűtőszekrényben hol tartjuk azokat. És ami szintén hasznos lehet, a maradék ételeket újra gondoljuk, és akár új ételt kreálunk belőlük. Az Élelmiszerbanknak van egy esélytazételnek.hu nevezetű honlapja, ahol kifejezetten a háztartások számára gyűjtöttünk össze praktikákat és jó tanácsokat. Az egyesület tevékenységének hasznossága nem kérdés. Csökkenti az élelmiszerpiac ökológiai lábnyomát, jó példával szolgál, és persze nem utolsó sorban, évente mintegy 250 ezer rászoruló élelmezésében tud hatalmas segítséget nyújtani. Kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért!